A néptánc is egy a nemzeti értékeink közül. A megyei értéktárban benne van minden pálinka is, ami a megyéhez köthető. Az alma, a szilva és a megy eredetvédett pálinkák, amelyek a nemzeti értékeink között is szerepelnek. Ezek közül kimagasló az újfehértói fürtös megy, de különleges minőséget képvisel és rengeteg díjat szerzett már a tuzséri pálinka manufaktúra is. Ezen kívül számos érték van már az értéktárban, és még számtalannak kellene helyet biztosítani. Ezek az értékek akkor tudnak tovább élni, hogyha úgy tudjuk a hétköznapok részévé tenni, hogy folyamatosan használatban vannak. Tehát itt nem csak a múltbeli értékeinkről beszélünk, hanem a jelenben termett értékekről is, és azért ebben Nyíregyháza abszolút élen jár, hiszen amellett, hogy Nyíregyháza egy sportos város, amellett nyugodtan mondhatjuk, hogy egy értékes város is, hiszen a nyíregyházi értéktárban is rengeteg érték szerepel, és a megyei értéktárban is 24 olyan érték van a 101-ből, amely Nyíregyházához köthető. Tehát lényegében a negyedét adja a megyei értéktárnak a nyíregyházi értékek listája. Nyíregyházán felértékelődött az elmúlt évszázadnak a hagyománya. Változó világban élünk, ezért ahhoz, hogy ezeket a hagyományokat megismertessék a fiatalokkal, érdekessé kell tenni azokat. Ráadásul egy érték nem mindig kézzel fogható. Ide tartozik például Kródi Gyula, Józsa András, a Kántemusz énekkar vagy a Forforrász is. Az ilyen értékek feltárása nem országos, jelenleg csak helyi feladat. Amikor megnéztem egy kicsit közelebbről ezeket a régmúlt hagyományokkal teli értékeinket, akkor bizony tényleg az egész országban ez nagyon-nagyon jó lenne, hogy nagyon felerősödne ennek a hangsúlya. Itt a nyíregyházi emberek nagyon büszkék arra, amink volt az elmúlt időszakban, és ezt a jelenben és a jövőben is meg szeretnénk tartani. A sajtótájékoztatón Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere azt hangsúlyozta ki, hogy az értékek tekintetében valójában a város és a megye nem szétválasztható. A megye székhely is a megye szerves része, és ha tudjuk azt, hogy a következő évtizedek fokozott urbanizációról szólnak, akkor ez azt jelenti, hogy a városoknak is ápolni kell ezeket az értékeket, még akkor is, ha bizonyos törekvések vannak az érték relativizációra. Mi ezt komolyan vesszük Nyíregyházán, évek óta gondozzuk, és hát ez a helyszín, a múzeumfalu pedig egy talán legautentikusabb helyszín ehhez. A Pálinkaház a Sóstói Múzeumfalu szerves része, azonban eddig még ezt a részt nem emelték ki eléggé. Ezért tartották most itt a sajtótájékoztatót, melynek célja a figyelemfelhívás az értékmentésre, gyűjtésre és azoknak mai életünkbe való elhelyezésére.